Macron betiltaná a közösségi médiát, Zelenszkij nagy hibát emleget, előkerültek Prigozsin parókái. Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a Hetek napi hírelemző podcastja, az Ez történt ma. Mai témáink röviden. Lövöldözés sorozat az Egyesült Államokban. A függetlenség napi ünnepségeken kitört erőszakhullám több városra átterjedt, egyre több a halálos áldozat. Volodymyr Zelenszkij szerint történt egy nagy hiba az ellentámadással kapcsolatban. Az ukrán elnök nem magát nevezte meg felelősnek. Szabadság, egyenlőség, cenzúra. Erdogan módszerét választaná a francia elnök. Macron bejelentette, hogy a zavargások megfékezésére lekapcsolnák Franciaországban a közösségi médiát. Putyin utasítására házkutatást tartottak Prigozsin szentpétervári kastélyában. Kiszivárogtatták a fotókat is. Élve találtak rá egy 8 évvel ezelőtt kutyasétáltatás közben eltűnt houstoni férfira. Egyelőre képtelen elmondani, mi történt. Önök a július 6-ai adást hallják, a nap legizgalmasabb híreit és aktualitásokat a Hetek válogatásában, amelyeket a videónk leírásában szereplő linkeken el is olvashatnak, csak úgy, mint a hetek.hu oldalon. Nézzük akkor mai témáinkat részletesebben. Sokan megsebesültek és többen meghaltak az Egyesült Államokban a függetlenség napjának éjszakáján kezdődött lövöldözésekben. A Louisiana állambeli Shreveportban 3 ember halt meg, és 10 sebesültek meg egy kedden késő este kitört lövöldözés során. Egy ember állapota válságos, közölte a helyi rendőrség. Egyelőre nincsen gyanúsított, a hatóságok a szemtanúk segítségét kérték. Maryland állam keleti részén, Salisburyben egy 14 éves fiú meghalt, 6 megsebesültek, amikor egy lakónegyed ünnepségén tört ki lövöldözés szerda kora hajnalban. A helyi rendőrség közlése szerint egyelőre senkit sem tudtak őrizetbe venni a bűncselekménnyel összefüggésben, de nagy erőkkel nyomoznak. A főváros Washington keleti részének Deanwood negyedében szintén szerda kora hajnalban volt egy lövöldözés a július 4-i ünnepi összejövetelen, amelyen 9 ember szenvedett sérülést. Senki nincsen életveszélyben, közölte a washingtoni rendőrfőnök helyettese. Leslie Parson elmondta, hogy a lövéseket egy városi terepjáróból adták le, vélhetően célzottan. Közben szerdán vádat emeltek az ellen a 40 éves férfi ellen, aki hétfő éjszaka 5 embert megölt és 2 gyereket megsebesített Philadelphia délnyugati részének egyik lakóövezetében. A férfi golyóálló mellényben gépkarabéllyal és pisztollyal felfegyverkezve, valamint rendőrségi adóvevővel felszerelkezve válogatás nélkül kezdett lövöldözni. A hatóság közölte, hogy a vádlott először otthonában lőtt agyon egy 31 éves férfit, majd az utcán nyitott tüzet. Rálőtt a kiérkező rendőrökre is, akik végül beszorították egy sikátorba, ahol megadta magát. Az amerikai fegyveres erőszakot nyilvántartó Gun Violence Archives összesítése szerint az ünnepi hosszú hétvégén történt esetekkel együtt az Egyesült Államokban már meghaladta a 340-et a tömeges lövöldözések száma 2023-ban. Interjút adott Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök az amerikai CNN hírcsatornának. Az ukrán vezető az ellentámadás sikereiről és kudarcairól, Ukrajna fegyvereiről és a testedzésről is beszélt. A hosszú beszélgetés során Zelenszkij részletesen beszélt a várva várt tavaszi-nyári ukrán sikerekről és kudarcokról, elsősorban arra a kérdésre válaszolva, hogy miért halad a vártnál lassabban a támadás. Zelenszkij azt mondta, a nyugati támogatás egy része túl későn érkezett meg, ezért az oroszoknak volt idejük mindent aláaknázni. Elmondása szerint ő már régóta sürgeti a nyugati szövetségeseit, hogy küldjék gyorsabban a fegyvereket, mert már korábban meg akarta indítani a támadást. Az ukrán elnök hozzátette, a sikeres hadjárathoz még több fegyverre van szükség, amerikai F-16-os vadászbombázók és nagy hatótávolságú ATACMS rakétarendszerek nélkül ugyanis vannak olyan területek, amelyek támadására még csak gondolni sem tud a jelenlegi ukrán haderő. Nagyon nehezen tudunk haladni a csatatéren légi támogatás nélkül, mondta tovább Zelenszkij, aki arról is beszélt, hogy munkája nagyon stresszes, de zenét hallgat, testedzést folytat és könyvet olvas, hogy relaxáljon. Mint mondta, az AC/DC pár száma egész napra elég energiát ad neki. Emmanuel Macron bejelentette, hogy a zavargások megfékezésére lekapcsolnák Franciaországban a közösségi médiát. Az elnöki hivatal annyiban pontosította utólag a francia elnök felvetését, hogy nem általános leállást szorgalmaznak, csak átmenetit. Sokakat felháborított Emmanuel Macron felvetése, hogy a múlt heti események fényében még időben le kellene állítani a közösségi médiát Franciaországban, hogy meg lehessen fékezni az emberek online szerveződését.
Ahogyan arról beszámoltunk, Macron a közösségi médiát hibáztatta a napokon át tartó utcai erőszak miatt, miután egy rendőr közúti ellenőrzés közben lelőtt egy 17 éves algériai származású fiút. A francia elnök a zűrzavarban érintett települések polgármestereivel találkozott. Ott beszélt arról, hogy a jövőben korlátoznák a közösségi médiát, hogy megakadályozzák a napokon át tartó utcai zavargásokat. Át kell gondolnunk, hogy a fiatalok hogyan használják a közösségi hálót a családokban, az iskolákban, és tiltást kellene bevezetni. Amikor kikerül a kezünkből az irányítás, akkor szabályoznunk kell, vagy akár le is kell kapcsolni őket, mondta a francia államfő. A politikus megjegyezte, hogy nem a pillanat hevében hozott döntések történnének a jövőben, de sokan kritizálták így is a felvetést, mert akkor Franciaország olyan országokkal kerülne egy oldalra, mint Törökország, Kína vagy éppen Észak-Korea, ahol bizonyos esetekben korlátozzák, lekapcsolják, vagy szinte egyfolytában erősen kontrollálják és cenzúrázzák a közösségi oldalak tartalmait. A francia elnök hivatal képviselője hangsúlyozta, hogy nem általános leállást akarnának bevezetni, és Macron higgadt és észszerű vitát szeretne folytatni a kérdésről. A francia kormány szóvivője megerősítette, hogy valóban zajlik vita arról, mit kellene tenni a múlt hetihez hasonló helyzetben a közösségi médiával. Egy fiatalnak tudnia kell, hogy nem ücsöröghet a képernyő mögött és irogathat, szervezkedhet és csinálhat, amit csak akar. A bűncselekmények esetében nincs anonimitás, meg kell érteni, hogy ennek következményei vannak, és büntetéshez vezethet, mondta Olivier Véran. Putyin utasítására házkutatást tartottak Prigozsin szentpétervári kastélyában. Kiszivárogtatták a fotókat is az egyik Kreml közeli labban. Ahogyan arról korábban beszámoltunk, a Wagner csoport Jevgenyi Prigozsin vezetésével föllázadt 2 héttel ezelőtt, és megindult Moszkva felé, de végül visszafordultak, majd Fehér Oroszországba mentek. Prigozsin ellen ejtették a vádakat, azonban úgy tűnik, mégsem ússza meg a lázadást büntetés nélkül. Putyin a felkelés után ugyanis Prigozsin szentpétervári kastélyába küldte a hatóságokat, akik átkutatták a birtokot, és kiszivárogtatták egy Kreml közeli labban a fotókat, amelyeket a helyszínen készítettek. A Wagner csoport alapítójának fényűző kastélyában aranyrudakat, nagy mennyiségű készpénz, fegyvereket, lőszert, valamint különböző színű és fazonú parókákat találtak. A szentpétervári kastélyban többek között saját imaszoba is van a falon ikonokkal, privát úszómedence piros műanyag csúszdával, jól felszerelt orvosi szoba, egy bekeretezett fotó rajta Prigozsin ellenségeinek a levágott feje, útlevelek és egy preparált krokodil. A házkutatás során előkerült egy hatalmas pöröly is, amelyre az volt írva oroszul, hogy fontos tárgyalások esetén alkalmazandó. Az orosz parancsnok a jelek szerint előszeretettel öltött magára áruhát. A kiszivárogtatott fotók tanúsága szerint hol nagyszakálló diktátornak, hol közel-keleti terrorvezérnek, vagy látszólag amerikai katonának öltözött be, ami megmagyarázza, hogy miért volt szüksége többféle parókára is. A Wagner vezető támogatói viszont úgy vélik, hogy az áruhás fotók hamisítványok és a nyilvánosságra hozatalokkal akarják megalázni Prigozsint. A szivárogtatással ráadásul megszegték a nagyon szigorú nemzetbiztonságról szóló törvényeket, mert a Fehér Orosz számüzetésbe küldött parancsnok az orosz állam képviseletében járt el, hiszen a titkos szolgálatokkal is kapcsolatban állt. A Fehér Orosz elnök azt mondta a külföldi sajtó képviselőinek, hogy Prigozsin már nincs Fehér Oroszországban, hanem visszatért Szentpétervárra, hiszen úgymond szabad ember. Lukasenko arról is beszámolt, hogy a napokban beszélt telefonon Prigozsinnal. A Kreml szóvivője úgy reagált a Prigozsin visszatérésével kapcsolatos hírre, hogy nem követjük a mozgását. Élve találtak rá egy 8 évvel ezelőtt kutyasétáltatás közben eltűnt houstoni férfira, aki egyelőre képtelen elmondani azt, hogy mi történt vele. Élve találták rá egy még kamaszként 8 évvel ezelőtt kutyasétáltatás közben eltűnt houstoni férfit a texasi nagyvárosban. Az állapota miatt azonban egyelőre nem derült ki, hogy hol és mivel töltötte az elmúlt éveket. A rejtélyes esetről videófelvétel is készült, amely a Hetek online cikkében megtalálható. A houstoni rendőrség tájékoztatása szerint a Rudolf Ferias nevű férfira még csütörtök este találtak rá a rendőrök és a tűzoltóság, miután bejelentést kaptak a houstoni templom előtt a földön fekvő eszméletlen emberről. A jelenleg 25 éves férfit kórházba szállították, állapota azonban egyelőre nem tette lehetővé azt, hogy kikérdezzék, és kiderüljön az, hogy hol volt eddig. Farias édesanyjának elmondása szerint fia jelenleg nem képes kommunikálni.
Fariez 17 éves volt, amikor 2015. március 6-án bejelentették az eltűnését, miután sétálni vittek két kutyáját a család északkelet houstoni otthonának közelében. A houstoni rendőrség és egy civil kutató mentőcsapat is kereste, de nem találták meg. A kutyák később előkerültek. A civil mentők akkori beszámolója szerint Fariez depresszióban és szorongásban szenvedett, eltűnésekor pedig feltehetően zavarodott lehetett, mert nem szedte a gyógyszereit. Emellett asztmás volt és jobb lábára enyhén sántított. A rendőrség közlése szerint Fariez családja 2018. szeptemberében bejelentést tett arról, hogy egyik rokonuk háza mögött látni vélték a fiút, a helyszínre érkező rendőrök azonban már nem találták ott, és a csütörtöki felbukkanásáig eltűnt személyként tartották nyilván. Nos, ennyi fér bele mai ajánlókba. Morvai Pétert hallották az Ez történt ma mai adásában. Holnap is várom Önöket aktuális hírekkel, ajánlókkal, és hogyha szeretnének ezekről az új adásainkról biztosan értesülni, akkor kérem iratkozzanak fel a Hetek YouTube csatornájára, ahogyan ezt már több mint 39 ezeren meg is tették, amit ezúton is nagyon köszönünk. Akik pedig szeretnék támogatni további podcastjaink elkészítését, a videó alatti sávban található köszönet gombon tudják ezt megtenni tetszés szerinti összeggel. Előre is köszönünk minden felajánlást, és természetesen a megtekintéseket is. A Hetek online előfizetői pedig a lap teljes archívumát is elérik az aktuális lapszám mellett. Viszont hallásra szép napot és szép estét kívánok mindenkinek!